A washingtoni Fehérház kötelezővé tette a szájmaszk viselését minden dolgozója és az összes odabelépő számára, miután pozitív lett az alelnök sajtósának vírustesztje. Ez alól kivétel, maga az elnök, aki a Rózsakertben tartott sajtótájékoztatón közölte, neki nincs szüksége rá, mert mindenkitől távol van. A Trump adminisztráció ajánlást adott ki az ápolási és idős otthonok lakóinak, dolgozóinak tesztelésére a következő két hétben. Ez országszerte nagyjából 1 millió idős embert érint. A hiányos adatok azt sugallják, hogy az Egyesült Államokban a koronavírus következtében elhunyt betegek mintegy fele ilyen otthonok lakója volt. Az elnököt már többször is érte kritika a következetlen tesztelési szisztéma miatt. Donald Trump most bejelentette, minden amerikai, aki akarja, elvégeztetheti a vírustesztet. A szövetségi kormányzat segíteni fogja a tagállamokat, támogatja a tesztelési kapacitások bővítését. 1 milliárd dollárt küldünk nekik. Mindent elfogadtunk, előkészítettünk, úton van a pénz, fogalmazott az elnök. Azt is közölte, országszerte 240 helyen építettek ki olyan helyszínt, ahol vírustesztet végeznek. Majd egy neki nem tetsző újságírói kérdése hátat fordított és elsétált. Az elnök a sajtótájékoztató előtt a Twitteren arra biztatta a tagállamokat, hogy kezdjék meg a gazdaság újraindítását.